Csaknem 4000 első éves hallgató tett fogadalmat a Semmelweis Egyetemen. Az egyetem rektora az ünnepségen arról beszélt, hogy idén az angol és német nyelvű tanulmányait megkezdő 1100 hallgató bizonyítja, hogy az egyetem az egyik legjelentősebb intézmény Európában és a legkiválóbb az országban és a régióban. Ünnepélyes fogadalmat tettek az első éves hallgatók a Semmelweis Egyetem tanévnyitóján. Idén csaknem 4000-en kezdik el tanulmányaikat a több mint 250 éves intézményben. Ha elvégzem az egyetemet, akkor már negyedik generációs orvos leszek, szóval ez számomra ezért is egy nagyon nagy megtiszteltetés, és hát számomra azt jelenti, hogy mindig segíthetek más embertársaimon. A hallgatók közül 2800-an magyar nyelven, míg 1100-an angol vagy német nyelven, nemzetközi oktatás keretében végzik majd az egyetemet. A külföldi tanulók 75 országból érkeztek. A Semmelweis Egyetemre a legjobbak közül is csak a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtók juthatnak be. Az egyetem rektora köszöntötte az intézmény új hallgatóit. Merkeli Béla elmondta, idén több mint 20%-kal többen jelentkeztek a képzésekre, a tavalyihoz képest pedig 10%-kal több diákot tudtak felvenni. A rektor hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem jelenleg a világ 250 legjobb egyeteme közé tartozik. A célunk természetesen az, hogy ezt a dinamizmust, amely egyrészt a hallgatók számában, másrészt az oktatás minőségében, a kutatás és innovációban megfigyelhető továbbiakban is erősítsük. Szeretnénk a legjobb 100 egyetem közé tartozni, erre megvannak a lehetőségek. November 1-től traumatológiai ellátással és annak oktatásával is bővül a Semmelweis Egyetem. Jó ma egyetemistának lenni Magyarországon. Az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár a tanévnyitó ünnepségen a diplomaszerzés előnyeit hangsúlyozta. Hangó Balázs elmondta, akinek diplomája van, az átlagosan 36 nap alatt talál munkát magának. Emellett az oklevél másfélszeres bérszorzót is jelent a munkaerőpiacon. Az államtitkár kiemelte, Európában, sőt a világon is kiemelkedő, hogy Magyarországon minden 10 egyetemet kezdő diákból közel 8 állami ösztöndíjat kap. Ez egy képzési időre átlagosan 6 millió forintot jelent, az orvostudományi képzések területén azonban ennek akár a dupláját is elérheti. Mi arra szerződtünk az új modellben az egyetemekkel, hogy csökkenjen a lemorzsolódás, legyen a mindennapok része a mentorálás. Olyan képzés legyen, ami a gyakorlatot viszi be a mindennapokba. Mi arra szerződtünk az egyetemekkel, hogy a növekvő kutatási teljesítménynek, az innovációnak, a kreativitásnak legyenek részesei önök egyetemisták. Vonódjanak be ezen inspiráló tevékenységek. Hankó Balázs hangsúlyozta, az utóbbi években jelentősen nőtt a nemzetközi tudományos lapokban megjelent hazai közlemények száma, és a szabadalmak is megnégyszereződtek. Az államtitkár a jövő egyik céljának azt nevezte, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem is a világ 100 legjobbja között, az európai 100-as listára pedig 3 hazai intézmény felkerüljön.